A sajátos nevelési igényű gyermekekből is teljes értékű munkavállalók válhatnak, ezért is szükséges az összefogás az érdekükben. Ugyanolyan esélyt kell teremtenünk a fogyatékkal élő tanulók elhelyezkedésének is, de egyre kevesebb erre a lehetőség, és szeretnénk megcélozni azokat a vállalatokat, vállalkozókat, hogy megismerjék, hogy a mi tanulóink is hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Talán kevesen tudják, de sokan vannak a sajátos nevelésű igényű fiatalok között, akik asztalosipari szerelőként, kőművesként, virágkötőként vagy épp számítógépes adatgyűjtőként már el tudtak helyezkedni az együttműködés eredményeként. A megyei iparkamara is megtesz mindent annak érdekében, hogy munkához juthassanak ezek a fiatalok. Segítjük és közreműködünk abban, hogy a megfelelő képzettséget elér tanulók a gyakorlati idejüket minél több alkalommal és minél több óraszámban a gazdálkodóknál és a vállalkozóknál tudják tölteni. Ebben úgynevezett közvetítő szerepet töltünk be. Székesfehérvár polgármestere üdvözli, hogy mind a civil szervezetek, mind pedig a gazdasági élet szereplői összefogtak a fiatalok érdekében. Mint azt Cserpalkovics András köszöntőjében kiemelte, ez egy olyan ügye Székesfehérvárnak, melyről beszélni kell és tenni is érte. Nem az elhallgatás a megoldás ezekre a problémákra és kérdésekre, hanem pont az, ha beszélünk róla, és ha szakemberek szakmai segítségeket tudnak egymásnak is nyújtani. Különösen örülök ezeknek az együttműködéseknek akkor, hogyha a városi intézményeket is bekapcsolnak egy-egy ilyen program megszervezésével. A konferencia szereplői előadásokat hallgathattak meg a témával kapcsolatban. Szóba került a gyógypedagógiai habilitáció, rehabilitáció, akkor a gyermekkori ellátástól a munkába állásig, valamint a gazdasági civil önkormányzati szférák együttműködésének fontossága is.